csapatunknak is felem a szergúd, a második helyen végzett. Megkezdjük az élem által ünnepséget. Hiáltatásra felkérem Pálmos Tibort, Magyar Labdarúgó Szövetség versenyigazgatóját, aki dr. Cseszták Miklóssal, térségünk és városunk országgyűlési képviselőjével együtt gratulál a játékosoknak és a stábtagoknak. Hölgyeim és uraim, 2021-2022-es bajnoki szezonban második helyezést ért el, és vele együtt ezüstérmet nyert a Kisváron-Asszergúd csapata. Csapatunk minden létező mutatóban, helyezésben, szerzett pontok, gólok és győzelmek számában és klubrekordot döntött. Első Szabolcs-Szatmár-Berek megyei csapatként egy végtében az ötödik idényét kezdheti meg az élvonalban, és ugyancsak első megyebeli csapatként szerzett érmet az NB1-ben, és léphet ki a nemzetközi porondra az Európai Konferencia Ligában. Szólítom egyesével a csapat tagjait és a stábot, akik a színpadon kapják meg a jól megérdemelt. A Kisváron-Asszergúd játékos kerete 2021-22-ben Yasir Asami! Tisztelt ellenérők, érkezik a színpadra a Kisváron-Asszergúd sportigazgatója,
szurkolói siker nem jöhetett volna össze, ha nincsenek klubunk elkötelezett támogatói, akár a közéletből, akár a gazdasági szférából. Nekik is jár az érem, amelyet ugyancsak Mámos Tibor, az MLS versenyigazgatója ad át. Elsőként dr. Sesszák Miklós kormánybiztosnak, térségünk és városunk országgyűlési képviselőinek. Kérjük továbbá a színpadra, érem átadáshoz Ellenzi Tibor, Kisvárna polgármesterét, Bárány Lászlót, a névadó szponzorunk, a Mastercard Kft. Tulajdonos ügyvezetőjét, és Pekó Lászlót, a Hézen Póp Hungary ZRT elnök vezérigazgatóját. Köszönjük szépen egész éves odaadó, több éve tartó, kitartó támogatásukat. Kérném a kupát adásra a fotók elkészülése után.